Fonyódi Kulturális Intézmények nevében sok szeretettel köszöntelek benneteket itt a Fonyódi Múzeumban. Egy igen nagy, különleges alkalomra kerül most sor. Berg Judit írónőt, sok népszerű könyv szerzőjét köszönthetjük itt Fonyódon. Fogadjátok szeretettel, és azt javaslom nektek, hogy bátran szóljatok majd hozzá a programhoz, és kérdezzetek nyugodtan, nem kell félni, minden rendben. Köszönöm szépen a meghívást, és nagyon örülök, hogy itt lehetek, örülök, hogy ti is itt vagytok, és azt remélem, hogy lesz itt egy jó kis beszélgetés, mert hogy én majd mesélek nektek azt, amit azt gondolom, hogy talán érdekes lehet nektek, de azért mégiscsak akkor lesz igazán jó ez a találkozó, hogyha olyan dolgokról beszélünk, amit titeket érdekel. Nyilván könyvek, meg írás, meg irodalom kapcsán, tehát most lehet, hogy nem fogunk Star Wars űrhajókról beszélni, akkor sem, hogyha titeket az érdekel a legjobban, de hogy azért bízom benne, hogy lesznek jó kérdéseitek. Ne féljetek, tőlem nem szoktam gyerekeket enni. Időnként egyébként egy picit harapdálok testrészeket, de kizárólag a saját gyerekeimmel. Mert van nekem is 4 saját gyerekem. Most már egész nagyok, mert a legkisebb akkora, mint ti vagytok, a legkisebb negyedikes, a legnagyobb pedig már 19 éves, és olyan nagyra nőtt, képzeljétek el, hogy ha én magas sarkúban vagyok, most éppen nem, de ha én magas sarkúban vagyok, és ő pedig már itt jár, még úgy is magasabb nálam. Őt egyébként Lilúnak hívják, és róla majd mindjárt fogok is még mesélni egy-két dolgot, mert az, hogy én író lettem meg, hogy milyen könyveket írok, ahhoz sok köze van a Lilúnak. A Lilú most már 19 éves, van egy 9-es lányom, akit Borinak hívnak, van egy 8-os lányom, akit Dalmának hívnak, és a kisfiam, aki 4-es, őt pedig Vilmosnak hívják. És hát pár évvel ezelőtt, ha megkérdezték volna, hogy na Vilmos, te mi leszel, ha nagy leszel, biztos azt mondta volna, hogy Jedi lovag. Most már azóta lehet, hogy más tervei is vannak. Szóval minden esetre bízom benne, hogy lesznek kérdéseitek, de előtte még én kérdezlek titeket, mert mondták a szervezők, a könyvszárosok, hogy ti olvastatok tőlem ilyen olyan könyveket, hogy tényleg olvastatok? Igen. Ismeritek a Rumini? Igen. Rumini? Aha. És volt, aki még valami mást is olvasott esetleg? Én azt nem magadjuk. De a négy madár titkát. A négy madár titkát, azt a felét én írtam, a másik felét pedig a kertészdás, igen. Az nagyon. De közösen írtuk, hát te? A két kis dínó a középkorban Budapesten és a krétakorban. Azt a két kis dínót is olvastad? Hát jól van. De akkor a Rumini az, amit nagyjából mindannyian ismertek, ugye? Igen. Csak hogy mégis olyan dolgokra beszéljünk főként, amit is tudtam. Igazság szerint, amikor én gyerek voltam, hogyha így azt mondták volna, hogy lehet találkozni egy írónővel, vagy egy bármilyen íróval, és lehet vele beszélgetni, nem is biztos, hogy értettem volna. Én gyerekkoromban azt hittem, hogy a könyveket csupa olyan emberek írták, akik már rég meghaltak. Mert hogyha megnéztem az olvasókönyvemet általános iskolában, tele volt olvasmányokkal, mesékkel, történetekkel, de mindegyiket olyan bácsik, főleg bácsik írtak, akik már nem élnek. És azért azt hittem, hogy az írók azok már régen meghalt bácsik. És ha nekem tényleg azt mondták volna, hogy na, eljön majd hozzád egy írónéni, akkor borzasztóan csodálkoztam volna. Pedig hát könyveket írni nagyon jó dolog, és hogyha belemegyünk a beszélgetésbe, akkor remélem azt is meg fogjátok látni, hogy az írók semmilyen csodalények, hanem nagyon befolyásolja a gondolatainkat, meg a történeteinket, mindaz, ami történik velünk minden nap, mindaz, amit látunk, hallunk, a beszélgetések. Volt már olyan, hogy egy iskolás osztállyal találkoztam, és az egyik gyerek azt mondta, hogy Judit néni, miért azt csinálta a Balikó, hogy nem tudom már mi volt a kérdés, de és akkor miért nem inkább mászott be oda, és akkor, hogyha ott átbújik, akkor ott megtalálta volna, nem tudom, hogy micsodát, mert hogy akkor az úgy nem lett volna sokkal egyszerűbb. És így belegondoltam, hogy hát de. De hát akkor miért nem ezt írtad? Hát mert nem tudom szembe. Mert nekem másfajta gondolataim vannak. De olyan is volt már, hogy utaztam valahol, és kinéztem az ablakon, és megláttam valami gyönyörűt,
vagy éppen nagyon rondák, arra jutott eszembe, hogy na ebben kéne írni egy történetbe. Tehát, hogy a mindennapi találkozások, a mindennapi beszélgetések, élmények is befolyásolják azt, hogy az embernek hogy születnek a könyvei. Egyébként, amikor gyerek voltam, eszembe sem jutott, hogy író legyek. Arra gondoltam, hogy hát valami értelmes, izgalmas dolgot fogok csinálni, hogy kaszkadőr leszek, vagy síoktató, vagy ornitológus. Tudjátok, mi az az ornitológus? Igen. Na ki az, aki tudja? Hát, én nem tudom. Aha, de a Némadár kutyába is olvastad. Igen, az a... Aha, az ornitológus, ez egy olyan tudós, aki az állatokkal. Nem is akármilyen állatokkal, hanem a madarakkal. Figyelj a vonulásukat, meggyűrűzni őket. Na hát én ilyesmi tudós szerettem volna lenni. Na de aztán mégiscsak író lettem. És hogy ez hogy történt, hát ezt most elmesélem nektek. Ezt is mindig kérdezik a gyerekek, mert hogy amikor az ember gyerek, akkor azt gondolja, hogy majd valami olyan munkája lesz, mint anyunak, vagy apunak, vagy óvónéni lesz, vagy masinista, vagy Jedi lovak, szóval valami érted, író. Ezért elég furcsa, nem? Hát velem az történt, hogy amikor megszületett az első lányom, a Lilu, akiről mondtam, hogy ilyen nagyon nagyra nőtt, hát amikor pici lány volt, mondjuk olyan kis térdig érő, mondjuk ilyen másfél-két éves, akkor rettenetes alak volt. Nagyon szerettem őt, iszonyú cuki volt, de ha már láttatok, borzasztó hisztis gyereket. Van nálatok a családban, vagy a szomszédságban, vagy a rokonságban, vagy esetleg van köztetek olyan, aki saját maga volt hisztis alak? Igen, biztos. Úgy képzeljétek el, hogy a Lilu szerintem a hisztis gyerekek nagy részén úgy tett, soha semmit nem akart. Hogyha azt mondtam, hogy öltözünk, akkor elrohant és ordított, hogy nem akarok felöltözni. Ha reggeli volt, nem kérek reggeli, de van finom kifli, nem kell a kifli, zsömlét akarok. Van zsömlé, karácsot kérek. Ha karács volt, akkor kenyeret, ha hideg tej volt, meleget, ha meleg volt, akkor kakaót, ha kakaó volt, akkor teát. De kérek szívószálat, tessék, Lilukám, nem kell a piros, zöldet akarok. Odaadtam a zöldet, hol a sárga? Jó, tessék, kapsz a sárgát, nem kell, pirosat kérek. Rév, tényleg borzasztó, hogy állandóan ment a baj, mindig minden helyzetben. A legdurvább, képzeljétek el, hogy mentünk hazafelé egy novemberi délutánon. Tudjátok, milyenek ezek a novemberi délutánok? Sötét van, hideg van, már majdnem fagy, de ilyen nyírkos, nyálkás a levegő. Az ember legszívesebben bekuckózna a jó kis kályha mellé, és ott lenne bent a szobában, nem hazafelé gyalogolna. Ráadásul akkoriban autóm sem volt, így két nagy táskába cipeltem haza a mindennapi ennivalót, a pelenkát. Szóval rettenetes volt, és mondom, batyogott mellettem a Lilu, durcásan. Az még jött mellettem, mert picike volt, ő sem szeretett ebbe az időbe, ezt a részét én megértem, de egyszer csak jött egy nagy gondolat, megállt, és közölte a fejedelmét, nem működnek a lábacskáim. Na, nagyon. Lilukám, tele van szatyorral a kezem. Nem működnek a lábacskáim, cipeljél! Mert nem tudnak cipelni, tele van a kezem, de nézd csak, ott az utca sarka, bekanyarodunk, és már otthon is vagyunk, mert csak egy picit kell gyalogolni. Cipeljél! Tudjátok, hogy csinált a Lilu, miután nem tudtam őt cipelni? Belefeküdt egy pocsonyába, mert pontosan tudta, hogy akkor átázik a kabátja, és úgy megijedek, hogy megfázik, megbeteg, szóval inkább felkapom, és szatyostul minden estül hazaszaladok vele. Na szóval ilyen ügyeink voltak, és semmi sem használt. Én mindent megpróbáltam, szépen kértem őt, gyere Lilukám, tedd meg, amit anya kér. Elmagyaráztam, hogy miért lenne fontos, hogy úgy csinálj, miért lenne jó. Máskor szigorú voltam, ráparancsoltam, veszekedtem, kiabáltam. Olyan is volt, hogy kétségbeesésben, mert én fakadtam sírva. Minden, amit el tudtok képzelni, semmi nem használt, de semmi. A legszebb az volt, amikor mondta, Lilukám, gyere, felöltözünk. Nem akarok felöltözni, és huss, így elrohant. Na, szaladtam utána a kis bugyival, meg a trikóval, nagy nehezen elkaptam. Kisebb verekedés volt, mire leszettem róla a pizsamát, ráadtam úgy a trikót, akkor a nadrágja. Mire térültem, fordultam, letépte magára a ruhákat, és csupaszor rohant tovább. Nem akarok felöltözni, nem akarok felöltözni. Na, akkor megint
elkaptam, becsertőztem rá a ruhákat, nadrág is, de mire a kis pulcsiját megfogtam, mert megint letért a trikóját. Hopp, összeszedtem a trikót, már a nadrág sem volt rajta. És közben ordított teli torokból. És ez minden áldott reggel, úgy el tudják mondani, tele borzalmas volt. És akkor egyik reggel, amikor így ment a sikítozva, a rohangálás, és közben indulunk el valahova, és azt mondtam, fiat, tudod mit, Lilu? Akkor ne öltöz fel. Kifogytam az eszköz, ne öltöz fel. Megállt, abba hagyta az ordítást, döbbente rám nézett, hogy na most akkor mi van? Ez nem volt hozzászom. Figyelj, ülj le ide mellém, legyél csupasz, üljünk itt, én ezt feladom. De ha gondolod, amíg itt ücsörgünk és nem csinálunk semmit, hogyha szeretnéd, akkor addig mesélek neked valamit egy kislányról, aki nem akart felöltözni, vele hogy volt. Jó, mesélj! És akkor ott ült mellette csupaszolni, én pedig elkezdtem mesélni egy kislányról, aki nem akart felöltözni, és csupaszol reggelizelt, aztán csupaszol rajzol, és nagyon jól érezte magát, egészen addig, amíg nem csöngettek, és a barátai voltak azok. Mondták, jó, mennek... mi ezt ismerelsz! Aha! És hogy menjenek biciklizni. De hát a kislány nem akart felöltözni, és a barátom mondta, hogy ez félre csupaszol, mesélhetsz velünk biciklizni. Hát akkor itt maradj itt. Szomorú is megosztott. Ah, bizony, bizony. Na és aztán folytatódott a mese, hogy akkor a kislány mi csupaszol babázott, meg csupaszol épített valamit, ez megint csöngettek, és akkor hívták a barátait túlról Rudit venni. Most nem mondom, hogy végezte a mesét, de mondta ezt a mesét, és a Lilut annyira érdekelte, annyira figyelte, annyira kíváncsi volt, hogy észre se vette, hogy én közben szépen felöltöztettem őt. Hát, ugye ez egy jó dolog volt, és akkor kimentünk a konyhába, és mindent elkezdődhetett volna a balhé, hogy kifli, zsömle, szívószál, hideg tej, mit tudom én, Lilukám, meséljen neked egy kislányra, aki nem akart reggelizni. Jó, meséljön. És ami meséltem neki a kislányra, aki nem akart reggelizni, ő észre se vett, hogy szép falatonként bedugtam a szájába a reggelit, ő mesehallgatás közben szépen megrágta, aztán elindultunk, hiszen innentől kezdve meg volt a varázsszer, úgyhogy... Ez a meseleges cím. Igen. Na és akkor pontosan ez történt, hogy innentől kezdve állandóan meséket mondtam. Meséltem neki olyan kislányról, aki nem akart felöltözni, aki nem akart felszállni a buszra, aki nem akart leszállni a buszról, aki nem akarta megmutatni a torkát a doktorbácsi, aki nem akart hajat mosni, nem akarta bevenni az orvosságot, meg elszaladt az anyukája mellől a nagyáruházba, szóval mindenféle kislányokról meséltem, és a Lilu meg ott jött mellettem, és azt csinálta onnantól kezdve, amit én akartam, és hallgatta a mesét. Sőt, aztán később ő is rájött, hogy ezek a mesék segítenek, és volt olyan alkalom, hogy kimentünk a játszótérre, és hogy este ledett, mondták, hogy a Lilukám most már indulnunk kell hazafelé, és akkor a Lilu oda szaladt hozzá, hogy anya, gyorsan mesélj egy kislányról, aki nem akart hazamenni a játszótérről, és belefeküdt a homokba ordítani. Jó, gyere, fogd meg a kezem, menjünk haza, és mesélek ki egy kislányról, és akkor ő legalább nem feküdt be a homokba ordítani. Sőt, aztán még később, amikor a Lilu már közepesen nagy lány volt, mondjuk olyan 10 éves elmúlt, akkor a lehetett, mint ti vagytok most, és már a harmadik kistestvére, a Vilmos is megszületett, sőt a Vilmos is már olyan kis ülő babácska volt, aki etetőszékből kapta az ebédet, és egyik ebéd közben kimentem a konyhába, kivittem a leveses lábost, hogy behozzam a másodikat, és akkor egyszer csak hallom, hogy a Lilu mondja a Vilmosnak, hogy na hát Vilmoska, nem ízlik a finom sütőtök, papi? Na mesélek neked mindjárt egy kisfiúról, aki nem akart ebédelni. Úgyhogy a Lilu még a módszert is eltanulta. Na de hogy visszatérjük arra, amit ti fel is ismertetek, hogy végülis ezeket a meséket írtam le először, és aztán ezekből lett a legelső mesekönyvem a Hiszti mesék, aminek aztán folytatása a Meseleves. Na szóval minden esetre így született az első mesék, amik könyvben is megjelentek, és én akkor egyszer csak rájöttem, hogy hú, ez nagyon jó dolog. Mesét mesélni nagyon jó, mesét kitalálni az is nagyon jó, leírni is izgalmas, bár ezzel lehet, hogy már egy sokan vitába szállnátok, hogy írni, hát egy magyar leckét is utálunk megírni, nem, hogy egy egész könyvet. Na, de hogyha az ember azt írhatja, amit saját maga talált ki, meg ami izgatja őt, meg amit szeretne minél jobban megfogalmazni, azért az se rossz, meg ráadásul
hát talán lesz még időnk erről is beszélni, de hogy írás közben is egy csomó több jobb gondolata támad az embernek, ami alakítja magát a történetet. Nagyon izgalmas együtt dolgozni egy kiadóval, egy illusztrátorral, de a legjobb az egészben, amire később jöttem rá, nem az elején, hogy az írók varázslók. Ezt elhiszitek nekem? Na ki az, aki elhiszi? Mit? Hogy az írók varázslók. De édesek, mert csak néhányan elhiszik. Na jó, ki az, aki nem hiszi el? Figyeljetek, véleményt kell formálni. Vagy elhiszed, vagy nem hiszed el. Még egyszer, ki az, aki elhiszi? Ez kevesebb. Ki az, aki nem hiszi el? Ez többen. Jó, van, köszönöm, hogy bátrak vagytok, és meritek vállalni, hogy hisztek, vagy nem hisztek. Az a jó hírem, hogy mindenkinek igaza van. Valamilyen módon. El is mondom, hogy hogyan. Most, ha én azt mondanám nektek, hogy figyeljetek, gyerekek, én egy varázsló vagyok, és majd mindjárt csettintek, ez még nem az most, még csak én mutatom, hogy majd így csettintek, és abban a pillanatban, amikor csettintek, akkor hirtelen kialszanak ezek a fények, viszont helyette langyos levegő áramlik be az ablakokon, ami elkezd forogni, aztán ebből a felső két lámpából színes szikra eső száll, az is így körbe fog szállni a langyos levegővel, ami akkora forgószéllé kerekedik, hogy a lányok haja csak úgy lobog majd a szélben, megcsikizi a fiúk nyakát, felkapja a kósza szalvétákat, és akkor olyan hatalmas nagy kavalkád van itt körülöttünk, akkor egyszer csak jó nagy bömböléssel bedugja az ablakon a fejét egy nagy sár. Jó. Na, hogyha én ezt ígérem nektek, és utána itt elkezdek chattingetni, akkor bizony annak a nagy többsége volt igaza, aki nem hitt nekem. Mert sajnos ezt nem tudom megcsinálni, bár egyébként jó lett volna. Viszont, most amikor ezt így elmeséltem, volt köztetek, aki legalább egy icipicit elképzelte ennek egy pici kis részét. Mondjuk azt, hogy bejön a mert, hogy elalszanak a fények, hogy szikra eső száll, hogy a lányok haja megcsikizi a fiúk nyakát. Ne adj Isten a sárkány! Na, tehát hogy ha nem is az egészet, de ha csak egy pici részét elképzeltétek, akkor tulajdonképpen az történt, hogy amit én kitaláltam, elég nem utasány, de mindegy, tehát kitaláltam és elmondtam, tulajdonképpen ti magatok megcsináltátok a varázslatot, mert olyan volt, mint amely megjelent volna, hiszen fantasztikus jó a fantáziátok, és ti magatok megjelenítettétek. Elképzeltétek a meleg levegőt, a forgószelet, a szikrát, a sárkányt, nem tudom. És ez most egy nagyon gyors, meg muta példa volt, de talán megvan nektek az az élmény, hogy olvastok egy könyvet, vagy hallgattok egy mesét, és az annyira izgalmas, vagy annyira jó, hogy egészen belefeledkeztek. És egy kicsit, mintha ott lennétek a helyszínen, vagy egy kicsit, mintha ti lennétek a mese szereplői. Vagy csak, mintha úgy néznétek egy mesét, hogy már nem is számít, hogy most az osztályteremben vagy-e, vagy az ágyadban fekve olvasol, vagy hol vagy, hanem csak maga a mese van a történet. Volt már ilyen élményetek? Vagy igazán beszippantott valami olvasmány, vagy egy mese? Volt? Ki az, akinek nem volt? Ne ejtsetek kétségbe. Nem olvastam még egyet, de nem tudom. Hát akkor nektek nagyon kívánom, hogy... Nem, nektek nagyon kívánom, hogy találjatok olyan mesét, vagy halljatok olyan történetet, vagy olvassatok akár valami olyan történetet, ami annyira tetszik, hogy így beszippant titeket, mert nagyon nagy élmény, érdemes megélni. Szóval minden esetre a varázslat az tulajdonképpen nem az író egyedül csinálja, hanem tulajdonképpen az olvasókkal vagy a hallgatókkal együtt, mert hogyha én mondok vagy írok valamit, amit ti elképzeltek, akkor tulajdonképpen önként kimondanám a varázsigét, de ti csinálnátok meg a varázslatot, hiszen a ti fejetekben jelenik meg. És olyannyira szuper társvarázslók vagytok ti magatok is, hogy mindenki a saját varázslatát csinálja. Most ugye megteszitek a játék kedvéért, mindenki, gyerekek, felnőttek egyaránt, de most mindenki elképzeli a sárkányt, hogy bedugja a fejét. Jó? És ugye most csak annyit mondtam, mint a varázslat kezdeményezője, hogy bedugja a fejét az ablakon egy sárkány. Ez a sárkány, ez tulajdonképpen egy elég érdektelen szó. Hány szót ad? Sárkány. Kettő. Milyen szófaj? Fölnyi.
azon belül is könnyű. Tehát tulajdonképpen lehet ilyen tök unalmas dolgokat beszélni róla, mint nyelvtanórá, szófaj, szótagok, meg mit tudom, helyes írás, ne felejtsük le az áron, az ékezetet, tehát lehetne ilyeneket is mondani. Viszont, várjatok! Viszont, abban a pillanatban, hogy azt mondjuk, hogy varázslat, és ti vagytok a társvarázsló, fogadjuk, hogy annyiféle sárkányt képzeltetek el, ahányan vagytok. Senki nem ugyanazt a sárkányt. Volt köztetek, aki zöldet képzelt el? Aki ilyen kékes lilás, aki vöröses, olyan is van, valami arany, ezüst, vagy aha, volt akinek ilyen szürkés, barnás. Aha. Volt, aki ilyen pikkelyes volt? Igen. Volt, aki tüzet fújt? Igen. Volt, aki ilyen lángot? Küstöt? Volt, akinek már undorított rutyi folyt a szájából? Olyan is volt. Volt, aki ilyen cuki volt? Olyan. És volt, aki ilyen nagyon-nagyon gonosz és undorított. Aha. Szóval látjátok? Én csak annyit mondtam, hogy sárkány, és 30 féle sárkány dugta be a fejét, mert hogy tulajdonképpen együtt vagyunk varázslók, és ez a legjobb, ez a legjobb az irodalomban, ez a legjobb az írásban, meg az olvasásban, hogyha olvastátok a Ruminit, és én csak annyit írok, hogy a szélkirálynő úszott a tengeren, ez egy elég unalmas és béna mondat, de biztos, hogy mindenki másként képzeli el. A szélkirályra kibontott vitorlákkal. Piros csíkos, mint a könyv elején, vagy lehet, hogy másfajta. Csak úgy dagad a széltől, vagy enyhe a szél. Kis hullámok vannak, nagy hullámok, tarajos hullámok. Látszanak cápák is, vagy delfinek. Felhős az ég, vagy sütanak. Hátulról láttad a hajót, vagy előről. Minden a te fantáziádra van bízva, és ez még csak egy mondat. De aztán jön a következő mondat, és ugyanazt a könyvet olvassátok, és mégis mindenkinek a saját története, a saját mozia rajzolódik ki a fejébe, és ez egy nagyon-nagyon-nagyon izgalmas dolog. Hú, most veszek egy nagy levegőt, és megkérdezem titeket, hogy ezen a ponton van-e olyan, aki szeretne valamit kérdezni? Na, fiatalember. Én azt szeretném kérdezni, hogy majd a Ruminik jön ilyen mesefilmben is, majd valamikor? Volt már róla szó többször is. Ahhoz, hogy a Ruminikből egy jó rajzfilm legyen, az nagyon-nagyon-nagyon sok 100 millió forintba kerül. Amit hát ugye összeszedni nem olyan könnyű manapság. Most éppen egyébként egy fél évvel ezelőtt aláírtam egy rajzfilm stúdióval egy szerződést. Ami azt jelenti, hogy ha minden nagyon jól megy, akkor egy pár év múlva lehet, hogy ez belőle film, de sajnos itt még rengeteg dolgom múlik, úgyhogy nagyon szeretnék, és én mindent meg is teszek a dolog érdekében, de sajnos nem csak rajtam múlik. Na, kérdése van-e még valakinek? Neked? Hogyan jött a Rumihez az ötletek, hogy a szereplők neve, alakja... Nagyon-nagyon jó kérdés. Miért pont egyén lesz a Rumini? Ezt szuper össze lehet kapcsolni, hogy hogyan jött az ötlet. Hát az a helyzet, hogy a Rumini és a Liluhoz kapcsolódik, aki ugye előbb-utóbb már kinőtt ebből a hisztis kislány korszakából, és lett belőle kevésbé hisztis nagyobbodás. És egyszer elmentünk nyaralni valahová, és ráadásul hát bénán szerveztük ezt a nyaralást, mert olyan helyre mentünk, ahol nem nagyon voltak gyerekek, mert nem voltak velünk ismerősök, meg barátok. A Lilunak meg akkor még nem volt három kisetes ujja, csak egy, és a Bori is még baba volt. És mint egy baba, hát ugye sírt, meg szopizott, meg aludt, tehát igazából nem lehetett vele játszani, meg semmi tudalmasat csinálni. Úgyhogy a Lilu, amikor éppen nem kirándultunk, akkor sokszor unatkozott. Na és mit csinál egy gyerek, ha unatkozik? Kérdem én. Hát például hisztizik, vagy mit csinál még? Te is az. Na, mit? Képezik. Na hát ott nem volt se gép, amikor mentősöt, akkoriban még okostelefonok sem voltak. Milyen meglepő. Hát te mit csinálsz, unatkozol? Amikor zengépáltam vagyunk, amikor a barátonnál vagyunk és én unatkozom, akkor én folyton építek a Mokvára. Hát az egy szuper dolog, és ahol nem is unatkozom. Sajnos, hogy nem a Balatonparton voltak, ahol lehetett volna. Hát te mit csinálsz? Tehát eltereled az unalmat. És te? Én nem tudok rajzolni.
Az is egy nagyon jó stratégia. Én vagy könyvet olvasok, vagy kézművesztek. Aha, na szuper! A Lilu ezek közül egyiket sem csinálta. A Lilu, amikor unatkozott, akkor bizony az anyukáját nyúzta. Márpedig ugye az anyukája, én vagyok. És a következő történt, hogy a Lilu addigra már megszokta, hogy bármilyen helyzet van, én mesélek neki. Úgyhogy a következő történt. Anya, mesélj! És itt meséljek, Lilukám. Mesélj király lányosat. Jó, ez könnyű. Na anya, akkor most mesélj egy kis borzról, akinek nem volt talicskája. Jó. De anya, most akkor mesélj egy nyuszikáról, aki ültetett egy csomó répát, de mire kihúzta volna, addigra valaki ellopta. Jó. De anya, most akkor mesélj egy helikopterről, amíg nem akart leszállni. Jó. És ez így naponta 25 mesét kért. Így megrendelte, most ilyen mese olyan, napi 25-öt. Hát eljött az a pillanat, amikor elegem lett, ezt nem tudjátok képzelni. És még az 5. napon, na akkor hány mesénél tartottunk? Ha minden nap 25 mese, ez persze kis túlzás, de... Na, 5. napon 125, körülbelül 125. mesénél tartottunk, amikor a Lilu egyszer csak azt mondta, hogy anya, mesélje Gereset. És hát be kell vallanom neki a gyerekek, hogy nagyon nem volt hozzá kedvem. Ismeritek azt az állapotot, amikor a szülők besokkalnak, és azt mondják, hogy hagyj békén, most ne szólj hozzá. Igen, szóval most lehet csúnyán meg kedvesen szavakkal ezt kifejezni, de hogy szerintem a legjobb családban, a legjobb szülőkkel is előfordul, hogy néha egy kis nyugalomra vágynak, és néha elegünk le. Na, és hát velem bizony ez történt. Én úgy éreztem, hogy én nem akarok egereset. Alapvetően semmit sem akarok mesélni, de legfőképpen egy ilyen ronda kis cintorcomós, rákcsálló abzott matat a kamrában. Na ne, hagyjon engem békén a Lilu, de tényleg. De a Lilu így nyújtott, hogy anya, mesélj egereset. És tudtam, hogy nem fog békén hagyni, és nagyon ideges voltam, hogy miért nem lehet nekem 5 perc nyugtom tényleg. Csak arra gondoltam, hogy hát ilyen vakars kis egerekről nincs kedvem mesélni, de hogy mi lenne, ha már muszáj valamit mesélni, most egyszer lenne valami izgalmas, valami tengeres, viharos, kalózos, verekedős, kincses szigetes, föld alatti labirintusos, sárkányos, varázslós. Ez minden napok. És erre azért, hogy inkább egereset mesélj. Na és akkor erre mit csinál egy anyuka, aki akar a gyerek kedvébe járni, ám de mégis azt akarja mondani, hogy akkor oké, Lilu, akkor meséljek neked egy egérről, aki tengerre száll. És akkor innentől kezdve jöhetnek a szörnyek, a viharok, a kalózok, a verekedés, a kincskeresés, a mindenféle. Úgyhogy a Lumini az tulajdonképpen így lett, hogy én valami izgalmasat akartam mesélni, a Lilu pedig egereset szeretett volna. És hát aztán így a neves kérdésre visszatérjek, bizonyos neveknek nehéz megmondani, hogy honnan jött az ötlete, de azért sok névről el tudok nektek számolni. Van az irodalomban egy olyan fogalom, hogy beszélő név. A beszélő név az nem azt jelenti, hogy így beszél, mint ti matek órán, ha unjátok, hanem, bocsánat, a tanítól én itt. Lehet mást is mondani, minden esetre a beszélő név az elmesél valamit a viselőjéről, elmond valamit. Ha például azt mondom nektek, hogy Dundi Bandi, pont, lehet, ez egy jó, tipikus példa, a Dundi Bandi az ugye első pillanatra rögtön egy dagi valaki jut eszedbe, igaz? De hogyha jobban belegondoltam, a Dundi Bandi ennél többet mond el a viselőjéről. Mert hogy a Dundi is, meg a Bandi is, az egy kedves név. Tehát hívhatnák őt Kövér Hubertnek is, vagy... Hubert! Nincs köztetek Hubert, ugye? De! Nincs! Jó, ne haragudj, csak mondtam, a Rumini zúzmaradjálmatomban, a Rumini második részében van egy gonosz uraság, akit Hubertnek hívna. Elnézést kérek a Hubertért, akkor mondjuk meg más nevet. Az a vezető. Jó, én ezt keresztnévre gondoltam, bocsánat. Nem. De akkor mondjunk egy olyan keresztnevet, ami ez a Hubertet szigorú keresztnévnek gondoltam, de mondjuk egy olyan nevet, ami mondjuk ilyen nagyon szigorú is, meg régi módi is, meg aminek olyan nem vidám és nem kedves a csengése. Mondjuk
Belzebub? Belzebub. Jaj, ne. Na, tehát ha mondjuk kövér Belzebubnak hívnák ezt az illetőt, akkor egész másodra eszünk be róla, mint az, hogy Dundi meg Bandi. Mert hogyha valaki Dundi, akkor az eszünkbe jut, hogy aki Dundi, az egy kedves kis pocakos dagi valaki. Márpedig egy kedves pocakos dagi valaki mit szeret csinálni? Enni. Méghozzá egy kedves figura az egyedül eszik. Nem, leginkább mondjuk a barátaival, vagy társaságban. Márpedig, ha az ember barátaival, vagy társaságban jót eszik, ott van közben is viccelődés, jó beszélgetés, esetleg énekelgetés. Tehát, hogyha azt mondom, hogy Bundi Bandi, akkor az is lehet, hogy már egy egész jelenet az eszetekbe jut, hogy ez az illető hogy viselkedik, mit szeret csinálni. Tehát a név rögtön elmesélt valamit a viselőjéről. Ugyanígy, amikor mondjuk van a Galléros Fecó naplójában, meg a Rumini datójaparton van egy kalóz kapitány, akit úgy hívnak, hogy Miszlik Medárd. Igen. Hát ez is egy beszélő név. Ismerjétek azt a kifejezést, hogy Miszlik beaprít? Igen. Mit jelent az, hogy Miszlik beaprít? Szétdarabolt, de méghozzá nem is kedves módon. Tehát, hogyha egy kalóz kapitányt úgy hívnak, hogy Miszlik Medárd, akkor az a minimum, ami eszetekbe jut, ez az ellenségét szereti Miszlikbe aprítani. Márpedig az ember Miszlikbe aprítani maximum valamilyen nagy szabjával vagy karddal tud, ami aztán jó véres is lesz. Tehát az, hogy Miszlik Medárd rögtön egy ilyen gonosz, tehát egy ilyen darabolós gyilkos, meg bocsánat. Tehát, hogy valamilyen nagyon gonosz dolog jut eszetekbe. Tehát, hogy ilyenek a beszélő nevek. Vagy még visszatérve az első Ruminire, amit talán tényleg mind olvastatok, mondjuk ott van benne az Orom-sziget. Mi az az Orom? Nem az Orrom két R-rel, hanem egy R-rel Orom. Tudjátok-e mi az, hogy Orom? Ismeritek ezt a szót? Nem hallottátok még azt, hogy hegy Orom? Az, na tessék, akkor most bővülhet a szókincsetek. Az Orom, az egy valamilyen hegycsúcsot vagy sziklát jelöl. Tehát, hogyha jó esetben, ha ismered ezt a szót, hogy Orom, és azt olvasod, hogy Orom-sziget, akkor tudni, hogy nem egy ilyen lapos, zöld szigetet fogsz elképzelni, hanem rögtön egy ilyen hegyes, sziklás, kopárabb helyen. Na és akkor visszakérdezek. A Szélkirálynő is egy beszélő név. Szerintetek mi mindent akart elmesélni az írónéni azzal, hogy Szélkirálynő, amikor így nevezte el a hajót? Te jelentkeztél először? Azt, hogy nagyon könnyen, olyan könnyen száll, mint a szél. Olyan könnyen száll, mint a szél, vagy olyan kecsesen, mint egy királynő. Nagyon jó gondolat. Hát még? Mit akar? Mi mindent mond még el nekünk azt, hogy Szélkirálynő? Ennél ti jobb fejek vagytok. Biztos, hogy az, hogy királynő. Mit csinál egy király, vagy egy királynő? Uralkodik. Uralkodik a tengeren. Uralkodik a tengeren, vagy uralkodik a szelek fölött. Nagyon jó. Aztán milyen még egy király, vagy egy királynő? Jó eset, na? Hát, gazdag. Gazdag, vagyis mondjuk a megjelenése az általában nagyon pompás, nagyon nyilván egy király vagy királynő gyönyörű ruhákat hord. Ha egy hajó király vagy királyi vagy királynői, akkor nyilván milyen anyagokból készült? Drága, jó fá. Hát, talán nem is sejemből, de minden esetre... Nem, de jó irányba tapogatózik, mert mondjuk egy király vagy egy királynő sejem ruhákat, egy hajó viszont akkor lesz királyi, hogyha jó minőségű, drága, jó anyagból készült, szép fából, díszesen ki vannak faragva a korlátai, úgyhogy szerintem tök jó volt ez a megközelítés. Kicsit furcsa. Na te! Tehát, akkor egy szélkirálynő az mondjuk a megjelenésében nagyon pompás, aztán milyen még általában egy uralkodó, tekintélyparancsoló, erősebb, legalábbis hatalmasabb, hatalmas, nagyon jó. Hatalmasabb a többieknél. Tehát ez a Szélkirálynő valószínűleg egy nagyon szépen megépített, erős, a többinél hatalmasabb hajó, ami uralja a szeleket, uralja a tengert. Tehát, hogy azt mondom, hogy Szélkirálynő, akkor biztos, hogy nem egy ilyen ütött-kopott, rozzant kis, egyárbocos,
félig lukas halász bárka jut eszetekbe, hanem egy pompás, erőteljes, nagy tengerjáró hajó. Igaz? De mondja, fiatal ember! Nem, nem az. Oké. Na! Igen, az a ruminiek hajójának a neve. Így van. Na, van? Én azt szeretném kérdezni, hogy honnan jött az emély, honnan jött az az ötlet, hogy Saltos Pedro, hogy honnan jött az ötlet, hogy Saltos Pedro. Hát itt is elgondolkoztam, hogy egerekről van szó. Nyilván az egerek szeretik a sajtot, tehát a sajtos az úgy adta magát, és a Pedro az pedig egy latin-amerikai név, Dél-Amerikában szoktak lenni ilyen Pedro nevű, általában ilyen alacsonyan, vágott szemű, sötét hajú, vagány fickókat szoktak Pedrónak hívni. És így azt gondoltam, hogy akkor ez a név, ez a Pedro név, ez egy ilyen belevaló, valamilyen távolabbi vidékről származó fickót fog az olvasók eszébe jutatni. És a Barikóval? Hát a Barikóval sajnos nem tudok nektek elszámolni. A Barikó az egyszerűen csak így az eszembe jutott. Ilyen Barikóz. Vannak ilyen pillanatok, amikor az embernek így taki megjelenik a fejében egy szó, a Barikó az ilyen volt. És a Rumini? Volt a Pedro. A Rumini névvel az a helyzet, annak külön története van, amit, hogyha gyerekek megkérdeznek tőlem, és nagyon szeretnék tudni, és megígérik, hogy nem mondják el semmilyen olyan helyen, ahol nyoma marad, akkor el szoktam mondani. Most készül egy felvétel, és erre a kérdésre, hogy honnan van a Rumini név, pont azért, mert egy kicsit cikie, tehát egy kicsit kínosan tartom, sose szoktam válaszolni úgy, hogy nyoma maradja. Tehát már kérdezték tévében, rádióban, újságban, nem szoktam elmondani, és sajnos, hogy megy a kamera, most se fogom elmondani nektek. Viszont amikor a véget ért a beszélgetés, és a kamerát lekapcsolták, és még mindig kíváncsiak vagytok, akkor szívesen megteszem, de tényleg soha nem mondom el ezt kamera előtt, bocsánat. Úgyhogy, ha van kedvetek, a végén visszatérhetünk. Na, már még kérdése valakinek. Nincs több kérdésetek. Na jól van, én még tudok ám mesélni nektek mindenfélét. Akkor, hogyha olvastátok a Ruminit, akkor azt is tudjátok, hogy vannak benne varázseszközök. Az első részben is van néhány, aztán a további folytatásokban még több. Most nálam nincsen igazi varázseszköz, de mondjuk megidézhetjük ezt a szélkirálynőt egy pillanat. Most eszembe jutott, hogy elhoztam nektek valamit, amivel meg tudom mutatni nektek a szélkirálynőt. Elhoztam nektek egy kalózhajót is, meg a szélkirálynőt is, és egy kicsiket mégiscsak olyan lesz, mint egy varázslat, és akkor hát, ha kedvetek támadni, gondolkodni és kérdezni. Nem pont olyan, mint a szélkirálynő, de azért mégiscsak. Mert itt láthatjátok az elején, és akkor azt mondjuk, hogy na, akkor most kezdődjön a mese, és jöjjön a varázslat. Már meg is jelent egy gyönyörű királynői külsejű. Távol-Keleten nagyon sokan foglalkoznak azzal, hogy ilyen kinyílós, ilyen mesebeli dolgokat készítsenek. Én ezt Vietnámban vettem az utcán egy árustól. Na, de vettem egy kalózhajót is. Azt is megnézzük? Igen. Ez így külsőre ilyen, ám de ha kinyitjuk, akkor... Na, nézzétek! Még a karózászló is meg van csinálva. Jó alaposan. De ott vannak rajta a pici kis kalózok a létrán, a karjukkal. Hogyha jól megnézitek. Látjátok? És hihetetlen, hogy aztán utána az ember azt mondja, hogy na jó, akkor vége is. Tak, csak egy kis papír lesz belőle. De ez most kirakom, de kinyit vagy, mi tudjátok benne egy gyönyörű fogni közben beszélni. Jó? Na, szóval hogy a Ruminiben vannak mindenféle varázseszközök, olyanok is, amiknél sokkal misztikusabban működnek. Na, aki olvasta a Ruminit, vagy akár ne hagyj Isten, még további részeit is, tud segíteni, hogy összeszedik, hogy milyen varázseszközök vannak? Vascsöppentő. Vascsöppentő, szuper. Várjál, többiek is, hogy mondjanak. Varázsköpeny. Varázsköpeny? Ez a lehetetlen. Hát az
Bevallom, a Ruminivel varázsköpeny pont nincsen, de van egy nagyon hasonló működésű eszköz, ami picit hasonlít, a Harry Potterben van egy láthatatlanná tevő köpeny, de a Ruminivel nem köpeny van, hanem kalap, ami bizony az első részben még nem nagyon működik. Ha valaki olvasta a Rumini folytatásait, a Rumini negyedik részére találnak egy olyan varázscérnát, amivel meg tudják varni és működik, és a Rumini utolsó részében viszont tulajdonképpen Egérország királya ellopja tőlük a kalapot, hogyha esetleg valaki odaig elolvassa a történetet. Na jó, tehát akkor van egy láthatatlan tevő kalapunk, egy vascsöppendünk, mi van még, hölgyem? Látószelence. Egy látószelence. A növesztőszer is a kicsinyítőszer. Bizony, meg az öregítőszer, nagyon jó. Esetleg van, aki olvasott későbbi Ruminiket is? Hát én. További részeket te olvastál? Na akkor esetleg neked még eszedbe jut valamilyen varázslatos erejű eszköz? Hát a források víze, nem tudom. A források víze, az a Rumin és a négy jogarban van. Három forrás, van a Fordi nevű forrás, a Zsibbasz nevű forrás és a Fogvatar nevű forrás, amit a hódok feldúzzasztanak, és akkor lesz belőlük fordító, meg zsibbasztó, meg fogvatartó. Aminek az egyik vize, a fogvatartó vize, ha belenyúlsz, sosem húzott ki a kezed, a zsibbasztó vizébe, ha belenyúlsz, akkor elzsibbadsz, de a fordító a legdurvább, mert ha a fordító vizébe belenyúlsz, vagy megiszod, vagy lelocsolnak vele, akkor minden tulajdonságod az ellentétjére fordul. Tehát ha addig jó szívű voltál, akkor egy gonosz irigy valaki leszel. Ha barátságos voltál, akkor rossz indulatú. Ha szótlan, hallgatag, akkor nagyszájú. Ha szerény, akkor dicsekvő. Ez az egy nagyon kemény dolog. És hát gondolhatjátok, hogy Rumini összes barátját megfürdetik a fordító vízébe, úgyhogy a legjobb barátaiból lesznek a legdurvább ellenségei. Akkor utána visszaváltozik. Te is jelentkezel? Te nyújtózkodsz. Oké, azt is szabad. Na, a fedélzetmester is. A fedélzetmesternek is adtak azt hiszem ilyen fordítót. Igen, és Negro a fedélzetmester egy félkönyv erejéig jó fejlett. És barátságos. Ilyen is ritkán fordul elő. Na szóval... Igen, és hogyha esetleg te olvastad a Rumini második részét, ott van például a sirályi, ami nem egy nagyon extra dolog, de mégis a fekete sirályok engedelmeskednek a hangját. Na szóval a lényeg, hogy nagyon sokféle varázseszköz van, és ezt most azért kértem, hogy szedjük össze, mert ezt egy picit próbára akarnak tenni titeket, ugyanis a Ruminiből készült egy színdarab, az a címe, hogy Rumini Fenrich szigetet, ami egy teljesen más Rumini történet, mint amit ti olvastatok. Budapesten a Magyar Színházban játsszák, immáron nem is tudom, 6 éve, szóval nagyon régóta. És nagyon, hál' Istenem, nagyon sok néző van, hogyha mai napig Teltházban megy az előadás. Na és amikor ezt a színdarabot írtam, hát akkor mivel hogy minden rumini történetben vannak varázseszközök, nyilván beleírtam varázseszközöket ebbe a színdarabba is. Szerepel benne például a láthatatlanná tevő kalap, amit gondolhatjátok, hogy a rendező szívbajt kapott, amikor azt írtam a színdarabba, hogy és akkor Rumini felveszi a láthatatlanná tevő kalapot, és eltűnik. Ez hogy? És a rendező, Judit, te normális vagy? Hogy tüntessek el egy színészt, amikor ott áll a 650 néző előtt a reflektorfény? Hogy tüntessem el? Hát, Laci, hát te vagy a rendező, ki kéne találni. Egyébként miért Laci ki is találta, mert végülis úgy oldotta meg, hogy Rumini, meg aztán később, amikor láthatatlanná tevő kalapot fölteszik. Hát a csapolt az egy kicsit durva lett volna, mert azt észreveszik a nézők, hogyha így beszakad a színész alatt. Először az volt a terv, hogy amikor a színész fölveszi a kalapot, akkor abban a pillanatban egy pillanatra is sötét lesz, és mindenütt ilyen színes petárdák robbannak, ami úgy eltereli a néző figyelmét, hogy mire újra a szemükkel normálisan látnak, hogy felgyulladnak a fények, addig a színész el tudott bújni. Na csak ahhoz, hogy ilyen kis petárdák robbanjanak, ezt ugye a színház maga nem csinálhatja, ez külön ilyen pirotechnikust kell hívni, aki ilyen tűzszerész, mert robbanás szakértő. Na most jött egy pirotechnikus, aki nem értette jól a feladatot, és ez egy puk, így szétpukkasztott két kis dobozt, amiből színes konfetti szállt. Ez ugye ez a kis színes papírmaca, amit a tiszta macsok lett a színpad, de senkinek nem terelt el a figyelmét. Na jó, akkor jött egy másik pirotechnikus,
az felrobbantott egy olyan petárdát, hogy a színész, aki Ruminit játsza, leégett a szőr a karjáról, és utána egy negyed órán át nem látott, mert így bele villant a szemébe. Akkor mondtuk, hogy köszönjük, akkor ez nem. Akkor jött egy harmadik pirotechnikus, ez konkrétan majdnem meggyújtotta a díszletet azzal a... És akkor a rendező már iszonyú ideges volt, csak mondta, hogy jó, akkor nincs pirotechnika, nincs robbantás, mert lehet, hogy egy előadást túlélünk, de hogy a harmadik ne gyulladt fel a színház, az sem jó. Úgyhogy most végül a láthatatlan tevő kalapot úgy oldották meg a színház, vagy amikor Rumini felveszi a láthatatlan tevő kalapot, egy pillanatra sötét lesz, ilyen hirtelen nagyon éles fény villan föl, amit reflektorral így szembe nyomnak a közönsége, és közben még egy füst is felszáll. Ugye Rumini olyan helyen veszi fel a kalapot, ahol ott van a lábánál a füstkép, és így, hogy sötét, fény és füst, mire pár másodperc múlva nézők újra jól látna, addigra a színész már el tudott tűnni. Na, ez lett a megoldás, nagyon jó, megoldottuk a láthatatlanná tevő kalapot. Na, de jött a következő probléma. Kedves írónéni, hogy jó látványos legyen a színdarab, beleírt egy olyan jelenetet, azt gondoltam, hogy milyen jó lenne. Az a történetnek a lényege, hogy Rumini büntetésből a kapitány partra teszi a kikötőbe, és elvileg nem utazhat tovább a hajóval. Tehát nyilván Rumini cseles, és visszaszökik a hajóra, és onnantól kezdve rejtőzködik a raktárban, a kabinokban, mindenütt bujkál, a láthatatlannál tevő kalapban flangál, de előbb-utóbb feltűnik a hajón, hogy eltűnik az ebéd, eltűnik egy zsákmagyaró. Akkor elkezdenek potyautasra gyanakodni, és tűvé teszik a hajót, hogy lehet, hogy valaki titokban utazik velük a hajón. Na szóval, hogy van egy ilyen nagy kavarás ezzel kapcsolatban, de hogy van egy olyan jelenet, amikor Rumini láthatatlanul van elvileg kint a fedélzeten, és Balikónak pedig súrolnia kell a padlót. És elgondoltam, hogy milyen jól néz neki, de volna a felmosó dézsa, amivel ugye Balikó mindig kicsavarja a rongyot, és akkor Rumini láthatatlanul mindig arrébb rúgna a felmosó vödröt. És azt tudjátok, hogy tak, 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 így mindig arrébb csusszanna, nagyon látványos, így a nézők is látják, hogy aha, biztos ott van Rumini. Tudod, Balikó még így mondta, hogy Rumini, ne rúgdosd be azt a vödröt, mert észrevesznek. Na, volt egy ilyen jelenet. Gondolhatjátok, a rendező itt is szívbajt kapott. Mit kell beépíteni? Mit? Na és jött a nagy kérdés, hogy mit csináljunk a vödörre? Hogy fog az így tak, tak, tak mindig arra menni? Te azt mondtad, hogy sínt kell beépíteni. A sín is nagyon jó ötlet lett volna, de a sín az mondjuk látszik a Magyar Színházban elég nagy az emeleti nézőtér is. Az emeletről látszik a sín, meg látszik, hogy arrébb teszi, és sajnos nem működőképes ötlet. Na most titeket kérdezlek, ha ti lennétek, hogy mit csináljunk a vödörrel? Felvilágítós autót kéne alakítani. Jó! Jó, bele kell rakni. Bele kell rakni. Neked? Vannak a cirkuszban is, amikor olyan cérdát, olyanra végülnek körnek rá, ami nem látszik. És azzal húzunk. Aha. Hogy ilyen cérnát kötnek, hogy mind a két hajó oldalára, és akkor az a cérnát nem látni, és akkor nem tudják alépni. De alépni. Na hát az a helyzet, gyerekek, hogy próbálkoztunk mindenféle, még az is fölmerült, hogy a vödörbe belerakta egy nagyobb vasat és alulról mágnessel, de ezt nem lehetett, túl vastag a színpad ahhoz, hogy ezt meg lehessen csinálni. A kötél, ha oldalra feszített ki, még meg lehet úgy világítani, hogy lelátszódjon, de sajnos előtte is nagyon mozgalmas jelenet van, meg utána is, tehát nem lehetett volna behozni a vödröt kötelestül, mert az előző jelenetben óra estek volna benne. Ha fölülre rakod a kötelet, akkor viszont a vödör az nem csusszani fog, hanem ugrani, ahogy a kötél lemelik. Úgyhogy beletrafáltál, az lett a megoldás, hogy távirányítós autó. Kivágták a vödör alját, beraktak egy távirányítós autót, rátették az autó tetejére a vödör fenekét, hogy az emeletről se látszódjon, és a takarásból oldalról az ügyelő irányította a távirányítós autót, amit tök jól arrébb vitte. Egyetlen egy baj volt, ami miatt végül át kellett írni ezt a jelenetet, hogy azok a távirányítós autók, amik elég nagyok ahhoz, hogy elbírják a vödröt, azokból ilyen beépített, nem, ilyen beépített, beregő hang van, és az együtt, tehát ez össze van valahogy szerelve a motor működésével, úgyhogy ha kiszerelték a hangot, akkor az autó sem működött. Na jó, nem baj, akkor hangszigetelés. Próbálkoztunk vattával, gyapjúval, ilyen szigetelő habbal, az autó az mindenen áll.
még a nézőtér leghátulján is lehetett hallani ezt a hangot. Úgyhogy aztán végül azt mondtam, miért Laci, hogy távirányítós autó kilőve, pedig szuper volt a látvány. Úgyhogy végül most az van, hogy Rumini nem a vödröt rúgdossa, hanem miközben balikos súrolja a padlót, Rumini lesz az egyik oldalra, azt a másik oldalra, hogy mogyoróval dobálja. És akkor ez a, na Rumini, ne dobálj már, és akkor egyik oldalra szól, onnan jönnek a mogyoró, ne dobálj már, na, a másik oldalról, tehát mint hogy átment volna a túloldalra láthatatlan, úgyhogy végül is így oldottuk meg ezt a dolgot. De hát szuper, hogy erre te rájöttél. És csak így a szikra, lehet, hogy neked a trükkmesternek kéne menned, mert ez nem sok mindenkinek vannak ilyen jó ötletei. Na, akkor most újra figyeljetek, töltök magamnak egy pici vizet, hogy a hangom az még bírja, és közben örülnék, hogyha volnának kérdéseitek. Akár a Ruminivel kapcsolatban, akár bármi mással. De is szoktad rajzolni, akkor neked? Na, ez egy nagyon jó kérdés. Én gyerekkoromban ügyesen rajzoltam, és azért amikor életem második könyve, ami két erdei tündérről szól, Pankáról és Csiribiről, tehát amikor a Panka és Csiribi első részét, a Micsoda időt írtam, akkor azt gondoltam, hogy ó, majd én ehhez rajzolok. Nem is rajzolok, hanem festek. Pont nyár eleje volt, nem voltam a gyerekekkel a Balatonnál, mi Balaton akaratján szoktunk nyaralni, és amikor a gyerekeim aludtak délután, akkor kiültem a diófa alá, és egész nyáron festettem. Én gyakorlatilag minden mesélt, legalább 4-5 rajzot festettem. Az egész nyarom arról szólt, hogy képeket festettem. Aztán utána elvittem a kiadóba a képeket, addigra a meséket is átküldtem, és akkor bementem szeptemberbe, hogy akkor beszéljük meg személyesen, hogy hogy is lesz ez a könyv. És akkor mondták a kiadó, hogy hát Judit, nagyon tetszenek a mesék, nagyon jó, meg is vesszük, sőt, szeretnénk, hogy sorozatot írjál belőle, de hogy nem sértődnél meg, hogyha inkább felkérnénk egy profi illusztrátort. Magyarán nem elég jó a képeim. És akkor vettem egy nagyon jó, nem, persze, nem, semmi baj. De hogy igazság szerint nagyon hálás vagyok, hogy nem hagyták, hogy én, mert cukik lettek a képek, amiket festettem, de hogy igazából a jelenlegi képek, amiket az igazi profi illusztrátor, amik ebben az esetben a Pásztori Panka készített, sokkal jobbak. És akkor így módon nem kell nekem azt csinálnom, amihez nem értek, hanem azt csinálnom, amihez értek az írás. Úgyhogy ugyan volt egy ilyen próbálkozás részemről, hogy én magam rajzoljam a könyvekhez az illusztrációkat, de hál' Istennek az nem történt meg. Amikor a Lilunak karácsonyi ajándékként meglepiből megírtam az első Ruminit, mert az első Rumini könyv az karácsonyi ajándéknak szántam a Lilunak, akkor én magam rajzoltam hozzá, úgyhogy a Lilunak még megvan otthon az a változat, amiben én rajzoltam kis egérkéket, de hát aztán amikor megjelent könyvformában, igazi könyvformában, akkor azt is egy profi illusztrátor illusztrálta. Neked kérdésed van? Nem. Te is nyugodtad. Oké. Kérdése van-e még valakinek? Miért pont hajón utazott a Rumini? Hát egy tengerész történetben muszáj, hogy hajón utazzon. Szóval ez még ilyen tengerész történet. Hát ez tulajdonképpen félig meddig abból következik a válasz, hogy már elmondtam, hogy a Lilu egeres mesét akart, én meg valami izgalmasat. És ott és akkor abban a pillanatban mondjuk egy ilyen jó kis kalózós, kincskeresős tengerész történet izgalmasnak tűnt. Lehetett volna a Robin Hoodhoz hasonló erdei rablós történet is, hát akkor éppen ilyen hangulatban voltam. Látjátok, ez ilyen higonén valamilyen hangulatban van, olyan lesz a történet. Hogy most a szerepükért honnan jött az ötlet, hogy ilyen egerekről szól, hogy a Lilu egeres mesikét, honnan jött az ötlet, hogy ilyen egerekről szól? Igen, nem baj. Na, még kérdése van-e valakinek? Na jó, akkor még egy dolgot szerintem az időben még fér egy kicsi, ugye? Bírjátok még, hogy beszéljünk? Jó. Mert hogy kíváncsi vagyok, hogy tudjátok-e, hogy hogyan készül egy könyv? Majd tőlem szokták kérdezni, hogy Judit, te hány könyvet írtál? Hát bizony, már majdnem 50-et. Most fog megjelenni a 48-dik. De hogy ezt a sokat, hogy mi, hogy tudtál ilyen sokat írni? Nem is az, hogy 48 könyv, de hogy nálad is van egy Rumini, meg nálad is van egy Rumini, és ezt mindegyikbe te írtál, ez hogy van?
És hát ez ugye úgy történik, hogy van egy író, aki megír egy történetet egyszer. Hát. És akkor most kíváncsi, hogy összetudjuk ezt, hogy ki mindenki dolgozik azon, hogy ki mindenki kell ahhoz, hogy összeálljanak. De az író megír egy történetet, az egy. Illusztráció. Kell az illusztrátor, aki az illusztrációkat és a rajzokat készíti. Kálmán Anna például Ruminihez az illusztrációkat fehér lapra, fekete grafitcerkával rajzolta, de van olyan illusztrátor, aki fest, van olyan, aki számítógépes felületen rajzol, vagy fest. Előbb-utóbb mindenképp bekerül a számítógépbe, vagy azért, mert eleve számítógépen készül, vagy pedig beszkennelik. Na aztán ki van még, aki egy könyvön dolgozik? Hát a nyomda. A nyomda, bizony, a nyomda az a folyamat vége, mert amikor minden összeállt, akkor megy a nyomdába a könyv, és ott kinyomtatják. Hát Magyarországon általában egy könyvet először kinyomtatnak 3000 példányban. Aztán, hogyha elfogyott, akkor még nyomnak 3000-et, 5000-et. Ehhez képest képzeljétek, hogy a Ruminiből már több mint 100 000 elfogyott. Nagyon-nagyon sok gyerek olvassa, úgyhogy ez egy hatalmas nagy dolog. Úgy kerül, hogy cégek nagyon fizetnek. Ez jó kérdés, hogy úgy kerül, hogy nekem fizetnek. Igen, ez úgy néz ki, hogy az írókat mindig a kiadó fizetés, majd mindjárt visszatérünk, hogy ki mindenki készíti a könyvet. Az író, az illusztrátor, a nyomda, a kiadó, majd mindjárt még beszélünk a kiadóról, de hogy általában a kiadó fizeti ki az illusztrátort, a kiadó fizeti ki a nyomda költséget, a kiadó fizeti ki az írót, viszont cserébe az eladott könyvek után a kiadó kapja a legtöbb pénzt. Én nekem olyan szerződésem van a kiadóval, hogy nem kapok túl sok pénzt, de minden egyes eladott könyv után egy kicsit kapok. Hogyha eladják a könyvet 1000 forintért, akkor én abból kapok 100-at, mondjuk. Ami tulajdonképpen azt kell, hogy 1000 forintból csak 100-at kapok, nem olyan nagyon sok, de hogyha eladnak nagyon-nagyon-nagyon sok könyvet, és mindegyik után kapok 100 forintot, az mondjuk már elég jó. Úgyhogy én speciál úgy kapom a pénzemet, a kiadótól, hogy minden hónapban megnézik, hogy hány könyvet adtak el, kiszámolják, hogy abból mennyi jár nekem, és akkor azt megkapom, mintha az lenne a fizetésem. Hogyha az ember kevés könyvvel fogy el, akkor ez nem túl sok pénz, ha sok, akkor akár sok pénz is lehet. Úgyhogy ez változik. És létezik olyan, hogy a író vagy valami másod, más ember, aki ezen dolgozik, kap több pénzt, mint a kiadó? Hát, hogyha a könyv sikeres, mert olyan előfordulhat, hogy a kiadó kifizet mondjuk, mondok egy ilyen tipikus összeget, kifizet mondjuk egy 4-500 000 forintot az illusztrátornak, kifizet mondjuk előlegként valamennyit, ugyanennyit, vagy felennyit az írónak, kifizet mondjuk 2 000 000 forintot a nyomdának, és utána a könyveket alig tudja eladni, mert hogy valamiért az embereknek nem tetszik, akkor a kiadó itt pénzt veszített, és mondjuk a nyomda az több pénzt kapott. Sőt, lehet, hogy még az illusztrátor is. De hogyha a könyv sikeres lesz, és sokat eladnak belőle, és még újra és újra ki kell nyomtatni, akkor előbb-utóbb a kiadó az, amelyik nagyon jól jár. Meg tulajdonképpen mindenki, aki az eladott példányok után kap pénzt. Ezt így értitek? Az lenne a kérdés, hogy fogsz még írni Ruminit? Igen, az én írókat. Az a tervem, hogy fogok. Egy ideig azt mondtam, hogy nem fogok, mert most már 8 rész van. Az utolsó a Rumini kapitány, és azt mondtam, hogy nagyon elég volt, a Rumini kapitánnyal lezárult a dolog. De azóta annyi levelet kaptam gyerekektől is, szülőktől is, tanároktól is. Volt egy gyerek, aki megírta, de hát a Judit néni, az utolsó részben még nem válaszoltál arra, hogy mi történt Mollival, vagy mi lett a... Egy csomó mindenkivel, úgyhogy hát így nem lehet abba hagyni. Volt egy gyerek, aki megfenyegetett, hogy figyelj Judit néni, ez így egyszerűen nem fel. Nekem ez a kedvenc sorozatom, és már mindent elolvastam, és nem hagyhatod abba, mert akkor nekem nem lesz mit olvasnom. Úgyhogy légy szíves, még így. Szóval mindenféle leveleket kaptam, meg rajzokat, meg nem tudom, mert nekem is elkezdtek hiányozni Ruminiek, mert most már 1-2 éve nem írtam. Úgyhogy most az a tervem, hogy most idén még be kell fejezek egy pár másik könyvet, amit vállaltam, de utána fogok még tudni. Na de most még a legvégére visszakanyarodva, hogy mégiscsak hogy készül a könyv, most ezt szedjük ezt össze. Tehát van egy író, aki megírja. Illusztrátor.
bekerül-e a számítógépbe, ez még egy önlesztett szöveg. Van az illusztrátor, aki megrajzolta, vagy számítógépen, vagy beszkenneli, az is bent van a számítógépben. Na de hogy lesz ebből egy olyan dolog, amit aztán ki lehet a nyomdában nyomtatni? Megteszed oda azt a könyvet, ami itt van nálad, valamelyiket? Köszönöm szépen. Tehát, hogy történik az, hogy az illusztrátor megfesti ezt a borítót, és akkor felkerül rá a név, a cím, a logó, a vonalkód, vagy hogy kerülnek ide az oldalszámok mellé ezek a pici ikonok, vagy hogy lesz az, hogy berakják a könyvbe, és akkor itt pont annyi hely van, hogy elférjen ez a kép. Vagy hogy történik az, hogy a fejezet cím az nagyobb betűvel van szedve, hogy az első betű az más, ezt nem én csinálom. Én ugyanolyan betűtípussal írom az egészet. Sőt, ugye vannak olyan helyek is, most nem tudom, hogy pont ott találunk-e, ahol mondjuk valami kisebb kép van, és a szöveg körbefolja a képet, ezt biztos ismeritek. Van a kép, és akkor így a szöveg szépen megy körülötte. Ezt valamilyen módon ezt is meg kell csinálni. Tulajdonképpen ezt úgy mondják, hogy bele tördelik a szövegbe a képeket. A tördelő. Ezt csinálja a tördelő, nagyon jó. Aztán szokott lenni a könyvnek szerkesztője. Na, mit csinál egy szerkesztő? Hogy szerkeszt, de valójában ez mit jelent? Hát a betűtípusokat. Az a tördelő. Az a tördelő vagy a tipográfus. Nem baj, ezt nem kell tudnotok, azért mesélem, mert ezt általában a gyerekek nem szokták tudni. A szerkesztő az egyfelől figyel arról, hogy rendben legyen a történet. Velem már előfordult olyan, hogy mondjuk írtam egy olyan mondatot az egyik fejezetben, hogy Rubini belenyúlt a zsebébe, mert éhes volt, szomorúan tapasztalta, hogy szokás szerint üres. Jaj, ezt előadom. Aztán két fejezet múlva Rubini mondjuk odaér egy kapuhoz, ami le van lakatolva, csak azt írtam, hogy Rubini belenyomult a zsebébe, előhúzta a vascsöppentőt és leolvasztotta a lakatot. És hát így a történet szempontjában teljesen rendben van, hogy Rubini leolvasztja a lakatot, de akkor a szerkesztő szólt nekem, hogy figyelj Judit, ez nem jó, mert két fejezettel hamarabb azt írtad, hogy Rubini zsebe üres. Ja, tényleg, oké, akkor átírom gyorsan. Rubini belenyúlt a hátizsákjába, elővette a vascsöppentőt és leolvasztotta a lapatot. Tehát nem a történet volt rosszul kitalálva, csak volt benne egy ilyen apró kis figyelmetlenségi hiba. Na, ilyeneket a szerkesztő szokott észrevenni. Olyan is van, hogy nagyon bonyolult a történet, akkor a szerkesztő azt mondja, hogy figyelj, itt már annyira kacifántos, hogy ezt már nem lehet követni. Ez jobb lenne egy picit egyszerűsíteni, vagy jobban elmagyarázni. Ez is a szerkesztő dolga. Aztán van olyan hely, ahol külön van olvasó szerkesztő, de ahol nincs ott a szerkesztő, csinálja azt is, hogy megnézi a helyes írást. Mert ugye van a számítógépen helyes írás ellenőrző program, szerintem ti is láttátok már, hogyha írsz a Word-be, akkor ha valamit rosszul írsz, akkor pirossal aláhúzza. Meg mondjuk nyilván tudok annyira helyesen írni, hogy tudom, hogy a furuját, azt ellipszilonnal kell írni, vagy a királyt. De a varjút viszont pontos éve mondjuk. Na de, mi van akkor, hogyha se én nem veszem észre, se a képszerkesztő, mondjuk azt, mert mondjuk, hogy se a helyesírás ellenező. Mondjuk mondok egy ilyen mondatot, hogy a odakint hideg tél volt. Ez mondjuk egy béna mondat, de értitek, odakint hideg tél volt. De mi van akkor, hogyha véletlenül rosszul nyomom be a télnél az egyik gombot, és azt írom, hogy hideg tál volt. Az éj helyett véletlenül átütök. A helyes írás ellenőrző nem fogja aláhúzni, olyan is, hogy hideg tál, igaz? Igen. Odakint hideg tál volt. Kicsit furcsa, hogy mit keres ez egy tájleírásnál, de hát miért ne lehetett volna egy kerti asztalon egy hideg tál. Tehát az ilyenfajta elítéseket, ami nekem meg átsiklik rajta a szemem, én már annyira tudom, mit írtam oda, de ilyeneket is észrevesz a szerkesztő, vagy az olvasó szerkesztő. Na szóval az író megírta, az illusztrátor megrajzolta, a szerkesztő átnézte, hogy kell-e valamit javítani. Egyébként a szerkesztő a képeket is szokta nézni. Hogyha én mondjuk azt írom, hogy a király egy gyönyörű piros palást volt, és az illusztrátor rajzol egy gyönyörű lilát, akkor most vagy az illusztrátornak kell átrajzolni pirosra, vagy én átírom a pirosat lilára. De hogy arra is figyelni kell, hogy a kép meg a rajz az mindig ugyanaz legyen, és akkor betördelik, és akkor elmegy a nyomdába, és a nyomdába kinyomtatják
és összefűzik, ugye külön nyomtatják a borítót, meg külön nyomtatják a belsejét, aztán összefűzik. Ezért van az, hogy bizonyos könyvek, ha nyomdában nem jól dolgoznak, akkor mint lapozod és szétesnek, mert rosszul fűzték össze. Ez általában nyomda hibája. Na, így készül egy könyv. Neked van egy kérdésed? Igen, azt szeretném kérdezni, hogy akkor ezeket most maga rajzoltam, vagy az illusztrátor? Az illusztrátor rajzolta. Azt is elmondtam. Nem baj, de figyeljetek, lehet, hogy lemaradt a válaszról, viszont eszébe jut a kérdés és felteszi, de nem nagyon örülök, hogy te mindig kérdezel. Akkor is kap az író, meg az illusztrátor kérdezik, hogyha nem sikeres a könyv. Általában úgy van, hogy az illusztrátort kifizetik. Tehát az illusztrátor a munkájáért megkapja a kiadótól előre a pénzt. Ezért nagyon fontos, hogy milyen illusztrátort választana. Az írókkal általában azt szokott lenni, hogy kap valamennyi előleget, hogy azért valamennyit kapjon, de utána az eladott könyvek után kap pénzt. Tehát, hogyha jó könyvet írtál és megveszik, akkor kapszok pénzt, ha nem írtál jó könyvet és nem veszik meg, akkor nem. Szerintem ez valahol jogos. Mondhatod? Hogy egy könyvben mennyi idő alatt készül el? Ez is nagyon jó kérdés. Egy rumini hosszúságú könyv az kb. Egy év. És itt most ne úgy vissza is adom neked közben, ne úgy képzeljétek, hogy az Ilona néni föl kell reggel, 8-tól délután 4-ig ír, másnap 8-tól délután 4-ig ír, és ez egy éven keresztül, mert nem. Hanem mondjuk például az új rumini rész, amit még majd csak ősszel kezdek el írni, azon én már most gondolkozom. És már most gyűjtögetem az ötleteket, már most vannak jegyzeteim, vannak ilyen kis, mindenféle kis gondolatok, de még ahhoz, hogy el tudja kezdeni egy könyvet írni, mondjuk egy ilyen rumini bonyolultságot, az kb. 1-2 hónap megfeszített gondolkozás, meg tervezés, az is már a munka része. Aztán egy darabig írom, de például most is írok egy könyvet, de hát a mai napon nagyon keveset fogok rajta dolgozni, hiszen most itt vagyok veletek, utaztam, most beszélgetünk, hazautazom, úgyhogy ez most kiesik. Aztán megbetegszik a kisfiam és ápolni kell. Hát akkor megint egy pár napig nem írok. Akkor utána olyan is van, hogy megírok egy ruminit, megírok mondjuk 10 fejezetet, és utána olyan elege lesz az embernek, ez olyan elege, hogy na igen, besokalsz, akkor félre kell tenni 2 hétre, ne is halljak róluk, egér cincogásra akarok. Akkor utána előveszek, akkor újra elolvasom előről, akkor javítgatok, néha kihúzok, néha beleírok. Tehát így sok-sok-sok-sok tervezéssel, szünettel, visszatéréssel, átgondolása, újraépítése, újratervezése, így áll össze körülbelül az egy év. Lehet egyébként, hogy kevesebb is. De mondjuk egy rumini hosszúságú könyvhöz kell legyél. Hogy mielőtt még megírná a rendes történetet, azelőtt csinál még egy piszkozatot belőle? Piszkozatot nem csinálok, de általában csinálok fejben egy vázlatot. Tehát eltervezem a fontosabb dolgokat, kitalálom a fontosabb helyszíneket, szereplőket, és csinálok egy nagyjából vázlatot, hogy milyen sorrendben mi fog történni, aztán az írás közben mindig alakul, inkább azt sem, hogy mindig számítógépben írok, és amit megírtam, arra mindig visszatérek. Tehát mire egy könyv megjelenik, én addigra kb. 30-szor olvasom el apránként. És akkor van, hogy csak egy szót javítok. Most például, amit írok, az egy nagyon-nagyon bonyolult könyv, és most éppen 2 fejezetet úgy, ahogy van kihúztam, mert úgy éreztem, hogy így eltereli a figyelmet. Ez csak egy mellékszál volt. Kihúztam azt a 2 fejezetet, de az összes fejezetből ki kellett húzni minden olyan utalást, ami arra a kalandra vonatkozott. Úgyhogy most más se csinálom, most éppen úgy írok, hogy kihúzok, és a többi részeket pedig átírom. Ez a munkának az egyik legnehezebb része, ezt is írásnak hívják, miközben sokkal inkább átírás vagy húzás. Én azt szeretném kérdezni, mennyi idő alatt indul be egy ilyen könyv, hogy napról napra... Az eladások? Igen. Fú, hát ez nagyon-nagyon változó, mert mondjuk amikor a rumini megjelent először, akkor az első évben mondjuk elfogyott 3000 darab, a következő évben viszont megkapta az év gyerekkönyve díját, nagyon sokan felfigyeltek rá, akkor elfogyott még 5000, és akkor egyszer csak elkezdték iskolákban tanítani, és akkor hirtelen minden szeptemberben megveszi egy csomó osztály, és akkor hirtelen a következő évben már 10 000, meg mennyi 10 000, meg most már egy év alatt is elfogy 15 000, vagy nem tudom. Aztán, ha például most írok egy új rumini részt, mivel hogy olyan sok
rajongója van, olyan sokan követik, most már helyből 10 000 példányban nyomják ki, és nem 3 000-be, és általában az el is fogy egy-két hónap alatt. De hogyha mondjuk egy olyan író, nem, azért én nagyon szerencsés vagyok, most már több mint 10 éve írok könyveket, nagyon sokat írtam, nagyon sok gyerek ismeri, nagyon sokat mesélték a meséimet. Ha én írok egy új könyvet, arra figyelnek az emberek, mert hogy sokan olvasták meg. Ha egy olyan írónak jelenik meg könyv, akit még nem ismernek az emberek, hát akkor lehet, hogy az első évben tényleg csak egy pár ezer fogy el. De aztán híre megy, hogy ez jó. Vagy esetleg a kiadó is reklámozhatja, és akkor megint csak beírjuk. Szóval, hogy vannak, van olyan is, hogy nagyon lassan csordog, és olyan, hogy hirtelen egy ilyen hatalmas szikra. Na, most lassacskán azt hiszem, hogy te lesz az utolsó kérdezni, mert úgy látom, hogy most már tényleg elfáradtatok, és most már jó sok időm kell is menni. Azt szeretném kérdezni, de az, akikkel együtt dolgozol, azok a voltak, mivel nem jöttek jól, vagy mindegyik ilyen ismerősök? Hát ez is nagyon jó kérdés. Összességében nagyon igyekszik mindenki, hogy jó munkakapcsolat alakuljon ki, de hát nem vagyunk egyformák. Volt több olyan illusztrátor is, akivel nem volt annyira könnyű együtt dolgozni. Van, aki mondjuk hiszt is, van, aki állati öntörvény, ő valamit megrajzol, mondom, figyelj, tök jó arra, ez csak éppen a... nem ez van a szövegben, de ő akkor is ezt rajzolta. Tehát, hogy van, akivel nehezebb, vannak olyan illusztrátorok, azért sok-sok könyvemnél legalább 10 illusztrátorral dolgoztam már. Van olyan köztük, aki igazi jó barátom lett, van olyan, akivel úgy szeretjük egymást, és van olyan, akinél megpróbálunk jó képet vágni, és így igyekszünk együtt dolgozni, de mondjuk nem annyira könnyű. Szóval ez nem feltétlenül adja magát, hogy egy közös könyvtől jó barátok leszünk. Benned még egy utolsó kérdés, benned neked? Na mondjál! Hogy más országban is kiszokták adni a Ruminit, és le is fordítják? A Rumini most az a nagyon szerencsés helyzet állt elő, hogy most elkezdett megjelenni. Már van oroszul, szerbül, németül, hollandul, angolul, és most éppen tárgyalunk még egy kínai kiadóval is, úgyhogy nagyon reménykedem. Szóval Rumini az most elindult egy jó kis világfordító útra. Még egy-két könyvem le van fordítva, az egyik könyvem például van svédül, egy másik van csehül, tehát hogy így itt-ott felbukkannak. Na, gyerekek, szerintem sok mindenki. Még valami nagyon szeretném? Jó, szuper. Na, akkor nagyon szépen köszönöm nektek, hogy itt voltatok. Köszönöm a jó kérdéseket, meg a figyelmet. Úgy azt szeretném kérdezni, hogy aláírja nekünk. És igen, igen, akinél van könyv, vagy papír, vagy füzet, várjunk még egy találkozni. Mindjárt kitaláljuk, mondják, hogy hova üljek. Arra kérlek, hogy ne ilyen tömegverekedés legyen, hanem mindenkire sorsz kérjétek. Addig nem megyek haza, amire írtam nektek alá, hogy szépen várjátok rá, de nem is vagyok olyan sokkal jó. A tanárnők segítenek, hogy milyen sorrendben. És nagyon szépen köszönjük, egyrészt, hogy eljött. Szerintem még nagyon sokáig lehetne így folytatni a gyerekeknek, meg én is köszönöm, hogy ilyen aktívak voltak, és bátorak voltak egy idő után már, és akkor ezt fogadja el, hogy én is fogom így. Tízes kalács. Úgy nézzétek, de szép. Egy tejkészítésnek a terméket. De jó, nagyon szépen köszönöm. Jó, és még valami gyerekek. Hoztam egy könyvet, amit nem tudom kinek adjak át, az iskola könyvtárnak hoztam ajándékba. Az a cím, hogy a Holló gyűrűje, és a helyszíne a budapesti Mátyás templom. Méghozzá egy viharban a Mátyás templomban levő állatok életre kelnek, és egy ilyen nyomozós, kalandos történet. És a Mátyás templomban valaki a nyáron, vagy bármikor Budapesten jár, ha elmentek a Mátyás templomba, és azt mondjátok, hogy olvastátok a Holló gyűrűjét, akkor kaptok térképet, aminek a segítségével körbe lehet járni a templomba, és meg lehet keresni a főszereplő állatokat, meg a helyszíneket. Úgyhogy ez egy nagyon jó kis kirándulás tud lenni. A könyvet minden esetre forgassátok szeretettel, akkor odaadom, és akkor az iskola könyvtár. Ezt is aláírom, igen. Oké. Okay.